bejelentés következik a Trastorban. Azt tudjuk már, hogy gyermeket vártok. Azt is tudjuk, hogy mikor. Egy valamit még senki nem tud. Hogy vajon ez a gyermek. Fiú? Vagy lány? Szavazás? Szavazás lezárjuk, vagy ilyen? A mai első véri kérdése, tehát, hogy... Szóval... Kornél fiú. Azt mondta nekem, hogy szabad erről beszélni. Persze, fiú. 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 De az első szegmentben elhangzott. Fiú. Igen, az első szegmentben elhangzott. Hogy várjuk a kisfiunkat. Igen, segítettek ezek is, vagy Baska is alákérdezett még. Egy ajándékot szeretnénk átnyújtani nektek a teljes Trash Talk stáb nevében, hogy már is elnézést kérjünk azért a tesztért, ami most jött a lila felirat a hátán, csak mondjuk. Hogy most fog következni, tesz? Ezt szeretnénk átadni. Köszönjük szépen. Nagyon szépen, köszönjük. Köszönjük szépen. Nyugodtan, nézzétek meg. Mondjátok, nincs benne semmi célzás. Hát figyelj, az ember próbál biztosra menni. Ember próbál biztosra menni, ez egy 80-as. 80-as? Hát a melláknak volt. 80-as. Ugye, szerintem ebbe hozzátok haza. Remélem, hogy nem. Az jó, mert beszélj menni össze, hogy a terhes, amit kap, meg a 20 menni velem több közé. Jó, de jó. Nagyon jó. Na és akkor most jön a teszt. Most tudom, hogy nem gondoltátok, hogy kapcsolatotok ezen a pontján ez még megtörtént, de én most közétek állok. Ja. Egy papír ide, közét egy papír oda. Két kérdésre kellene válaszolnatok. Adom tollat, tesi. Húha. Hogy 20 év múlva ez a gyermek mit sportolna, ha rajtatok múlna? Tollat. És milyen szinten űzné ezt a játékot? Ez az első kérdés. Ez az első. Nem kell nem tessék. Ha is lehet. Miért szóval... repülőt, és akkor valami, hogy... De... Ez nem repülő, ez ennyi. Arcolancol, érted? Ja, Istenem. Szóval bowling. Igen. Ja, de vissza. Vissza? Ja. Szóval... Fruzsi válaszára nagyon kíváncsi lennék. Komoly. Semmi izgalmas. Tönkretette az adás. Mi történt? Szerinted mit írt most tényleg? Csankó, mit írt szerinted? A labdarúgó lesz. Labdarúgó az NBA-1-ben. NBA-2-es labdarúgó. Kosárlabda NBA? Igen, de ezt annyiaknak nem mondjuk meg. Nem. Egyébként beszéltünk már erről. Az biztos, hogy szorgalmazni fogjuk, hogy sportoljon. Azt, hogy mit, azt majd rajta múlik és majd eldönti. Ha meg nem kosarazik, jön Kornél, és azt mondja. De azt mondta Kornél, hogy a kellő időben megkapja a kosárlabdát a kezébe. Aztán múlta eldönti, hogy esetleg szerdne más. Hogy mit szeret jobban, kosarazni vagy enni? Ez szabad döntés lesz. Tesó meg azt mondta, hogy hoz neki egy sisakot, egy jégkorcsolyát. Milyen szép pillanat lesz a család életében. De a jégen meg tudom kosarazni, ilyen lesz. A nagypapától kap egy számlatömböt, tósat, nem tudom eldönteni. Amit szeretne.